Ezek a felvételek az őszi sport és egészségnapon készültek, amikor még minden rendben volt a magyar kendó válogatott körül. Nemzeti együttesünk gerincét a győrzámai szigetközi junior kendó klub adja, ezért minket győrieket különösen érzékenyen érint, hogy a kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki bronzérmes válogatott a dolgok jelenlegi állása szerint nem lesz ott az áprilisi németországi kontinens viadalon. A kendósok ugyanis január elején megtudták, hogy a házigazda németek a nevezési díjat a háromszorosára emelték, így pedig nem tudják finanszírozni részvételüket. Sajnos nem változott még a helyzetünk, még mindig nagyon nagy anyagi problémákkal küzdünk. Próbálkozunk minél több szponzort szerezni, illetve támogatást kisebb vállalkozóktól, nagyobb cégektől jelen pillanatban. Kaptunk egy-két visszajelzést, hogy talán lesz belőle valami, de sajnos az anyagi helyzetünk még mindig akadályozza az, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra. A háromszorosára emelt összeg durván 2,2 millió forintot jelent, ami hatalmas. A kendósok most szponzorokat keresnek, mert szövetségük durván a részvételi díj felét tudja csak fizetni. Mekkora összegről beszélünk? Egy ilyen minimális keretről lenne szó, ami 11 főt akar versenyzőknél, 6 férfi, illetve 5 női versenyző. Ez tényleg nagyon minimális, juniorokat nem is tudunk ebben vinni. És ugye a 11 versenyző, illetve 2 edző számára lenne a teljes költség 2,2 millió forint nagyságrendileg. Az Európa-bajnoki címvédőn kívül jó néhány ország jelezte már, hogy jelen feltételek mellett nem tudja vállalni a részvételt. A Nemzetközi Szövetség viszont nem tehet semmit, mert nem szabhatja meg a nevezési díjat. A magyar válogatott tagjai kérik, aki teheti, támogassa őket. A felajánlásokat a képernyő alján látható számlaszámok valamelyikére várják, és a megjegyzésbe kérik, írják be a kendó válogatott támogatása.